Ebben a videóban a 16. századi Magyarországon, illetve a királyi Magyarországon bekövetkezett vallási változásokat, az Európa szívéből megindult reformáció hullámának következményét, a protestantizmus terjedését fogom bemutatni, illetve annak szerepét az ország egyes régióin, lakói, társadalmi környezetében. Fontos leszögezni, hogy ebben az időszakban a legváltozatosabb eredményt Erdély érte el, ahol meghonosodott több vallási irányzat is. Magyarország területén erősen legyökerezett a katolikusok hite, viszont a német ajkóak fogékonyságával, a külföldön tanult magyar diákok visszatérésével elindult a luteritanok terjedése, viszont egy probléma felmerült, ugyanis a Habsburg császár, aki egyben magyar király is volt, katolikus hitben vallotta magát uralkodónak, ami nagy ellenszenvet váltatott ki a protestáns nemesek és katolikus honfitársaik közt. Európa számára a 15.-16. század igencsak ellentmondásos időszaknak tekinthető, ugyanis a fokozatos fejlődés tudás megszerzése mellett egyre számottevően nőtt a vallás iránt érdeklődés. A középkor végén Magyarországon a katolikus egyház szervezeti felépítése teljesen egyéolvadt az európai folyamatokkal, az egyház keveredett a világi hatalommal. A főpapság, a papok politizáltak, magas pozíciókat töltöttek be. A Mohács előtti időszakban Bakócz Tamás, Szatmári György Esztergomi érsekek egyaránt nagy hatalommal, politikai befolyással rendelkeztek. Az alsó papság pedig nem tudta megfelelően ellátni feladataikat műveltségű súlyos hiánya miatt, a szerzetes rendek súlyos válságot éltek át, a sürgetett reform kísérleteinek csupán töredéke érte el jelentős sikereket, de legtöbbje csak rosszabbá tette a helyzetet. Ennek ellenére a 15. 16. századi Magyarország vallási értelemben véve felvirágoztatottnak tekinthető. Az embereket a szakrális intézmények bebukott intézkedéseinek terhe mellett érdeklődtek saját hitük iránt, és e fellángolt élethelyzetek közepette jelent meg a reformáció melengető szele hazánkban. A protestáns egyház történet 1521-et jegyzi fel, mint a reformáció megjelenését az akkori Magyarország területén, ugyanis ekkor már a budai főiskola tanárai már a luteri tanok szellemében tanítottak. A hirtelen felbukkant új eszmények, s vallási elfogultsága a híveknek tovább tetézte, hogy 1522-ben már magyar fiatalok is kimentek szűk hazájukból a Wittenbergi Egyetemre tanulni. A magyarországi fiatalok, akik hazájukból kiutazva nagy számban látogatták a külföldi egyetemeket, főként városi, illetve mezővárosi polgárok gyermekei voltak, akik hazajöttek iskolamesterként vagy papként folytatták tevékenységeiket. A külföldi szellemi iratok egyre gyorsabban terjedtek Magyarországon, hála a könyvnyomtatás fejlődésének. Olcsón könyvekhez juthattak a fiatalok akár még vásárokon is. Az olvasók száma egyre csak nőtt a könyvek elterjedésének köszönhetően. Az egyháztagjai itt sem úgy éltek, ahogy az elő volt nekik írva, hanem mint világi urak tengedték életüket. A magyar fiatalok mellett a tanok befogadói a német városi polgárság volt, ami a külföldi egyetemekről hazatérő német polgári származású diákoknak köszönhető. Emellett magukkal hozták a Wittenbergi tézisek nyomtatott dokumentumait, ami szintén nagy eredményt hozott, s ebben az évben válik Luther Egyeteme oly méltán híressé, hogy még több európai, köztük rengeteg magyar fiatalt motivált külföldi egyetemek elvégzésére. Még a Mohácsi vész előtt a német nemzetiségű városokban érezhetővé vált a luteri tanok hatása, de a magyar városok, mezővárosok kevésbé voltak ezekre a dolgokra kíváncsiak, a nemesek még annál inkább nem hallhattak nagyon róla. A humanistákra erősen hatottak a félpogány elméletek, elmélkedések tömkelege, köztük az új platonizmus. A másik nagy irányt rottelt a mi tanításai indították el, de ebből a szempontból nem tettek jelentős lépést, amely a reformációt oly mértékben erősítette volna, viszont megerősíti azt a tényállást, hogy a vallás iránti érdeklődés és az ember saját sorsa felőli szakrális jellegű gondoskodás jelentősen megerősödött. Ilyen lelki motiváció alatt a Lutheri tanok könnyedén elsajátíthatóvá válhattak. Az ország fővárosa még Mohács előtt lehetőséget nyújtott az új tanok terjesztésére. A királyi udvar német udvarnokai közt ismert volt a Luther tanok minden egyes betűje, amit még a birodalommal sajátítottak el, és ennek befogadását az Erasmus-féle elméletek is jelentősen elősegítették. Mária királyné második lajos felesége is kellőképp szimpatizált ezzel a jelenséggel. Az új hitet a katolikus hitben megrögzött nemesség, és a főpapok nem nézték jó szemmel, hogy ezek az új tanok követőkre találtak a királyi titkár Pizó Jakab, aki történetesen erasmista nézeteket vallott, Erasmus és Luther tanait erősen két irányba terelte, szerinte a kettő elkülönül egymástól. Henkel János, a királyné udvari papja Erasmus követő volt szintén, viszont nagyon is közel állt Lutherhez, így nem is csoda, ha egyes szakirodalmak evangélikusként említik. Henkel hatására kezdett el Mária királyné a Wittenbergi mester tanai vallassanként szimpatizálni, de katolikus hite töretlen maradt aki ténylegesen áttért a hitéből az udvarban, az Brandenburgi György, illetve Schneid pöck császári követ voltak. A magyar reformátorok első generációja a Ferences szerzetesek közül került ki, köztük Sztárai Mihály, Szkárosi Horváth András. Céljuk a katolikus egyház megújítása volt. A mohácsi vész követően a két királyi közötti rivalizálás és a török veszély ideje alatt a reformáció terjedése nagyon gyorsan beindult. A katolikus egyház óriási veszteségeket élt át, hat püspök életét vesztette a 12-ből a Mohácsi csatában, és a két király által kinevezett püspököket a pápák nehezen fogadták el. 1538-ban három, 1574-ben csupán négy püspök volt. Egyházi javadalmak felhasználása a törökök elleni védelemre nagy szerepeket játszott. Ez az időszak mindenki számára leterhelő volt, az egyházfők nem tudtak foglalkozni egyházmegyék ügyeivel, főleg diplomáciai feladatokat hajtottak végre. Az Esztergomi érsek még átteszi székhelyét 1541 előtt. A Kalocsai és az Esztergomi érsekség központja 1543-ban török kézre került, a Káptalant Nagy Szombatra költöztették. Ugyanebben az évben a váci püspök székhelyét török várként kezdték el használni. 1552-ben rövid időre Veszprémet és családot is elfoglalták. A Veszprémi püspök káptalansága elkerülve a bajt sümegre lett költöztetve, ahol 1630-ig a várban működött. A katolikus egyház vagyoni szinten kezdett el összeomlani a vezetőség kellő hiányát követően. A belső viszályok közepette védtelenül hagyott egyházi birtokokra sorra csaptak le a főnemesek, feltörekvő családok. Az egyházi főtisztségek betöltése a végvári láncorat végvárrendszer kialakulásával nem vált érdekelté, mivel a tisztséghez tartozó jövedelmek nagy részét a védelmi rendszerbe belefektették. 1573 és 1596 között emiatt nem töltötte be senki sem az esztergomi érseki széket. Ebből a szempontból nézve a törökök a katolikus egyház meggyengítésével, amit hódításuk során elkövettek, elősegítették a reformáció előkészületét Magyarország területére. Az akkori Magyarországon a protestáns irányzatok különféle változatai nem sokkal az európai megjelenésüket követően jelentek meg. A radikálisan fejlődő tanok ismerete és gyakorlása szoros kapcsolatot igényelt a reformáció egyes központjaival, köztük Luther városával, Wittenberggel. Az állandó összeköttetést az ott tanuló magyar diákok biztosították, Gutenberg találmánya lehetővé tette az új vallási irányzatok irodalmi szintű gyors terjedését. Luther tanait 1521-ben a budai főiskola néhány tanára fogadta magához, és kezdtek foglalkozni vele, és rövidesen a nyugat-magyarországi területeken élő német polgárok is megismerkedtek a tanításokkal, melynek hitvallását már Philip Melanchthon, ha úgy tetszik, Melanchthon Fülöp írta meg, és 1530-ban az Augsburgi Birodalmi Gyűlésen hivatalosan is elismerték, majd ennek a fogalmazványnak a követőit a Lutheri Egyház tagjainak nevezték. Sopronban a luteri tanokat 1524-ben külön bizottság vizsgálta, tehát itt még a polgárok közt is akadtak rokon szenvezők. Köztük megemlítettek egy Móricz Pál nevezetű kalmárt, akinek luteránus könyvei voltak, amit az ügy érdekében be kellett szolgáltatnia, amiket el is égettek. A nemesség erősen szembe került a tézisekkel, ugyanis Luther német mintájú hiteszménynek tartották, emellett a köznemesi vezetők rendkívül közel álltak a pápasághoz, s politikai érdekek is fűzték őket egyenesen a pápához, mivel ő tudott jelentős anyagi támogatást nyújtani a török ellen vívott harcokhoz. A nemessége probléma orvoslására törvényes úton próbálta ellátatlaníteni az új tanítások terjesztését. Az 1523-as országgyűlésen a Luther követőket eretneknek nevezték, és etanok követői fej, illetve jószágvesztéssel lettek sújtva. 1524-re a mágián való elégetés került szóba, majd 1525-re a Rákosi országgyűlésen úgy fogalmaztak, hogy az összes luteránost ki kell írtani az országból, illetve szabadon el kell égetni őket, viszont ezt a gyakorlatban semmilyen módon nem alkalmazták. A királyi udvarban némi védelemmel rendelkeztek a követők, a királyi és száz városok lutertanaival szimpatizáló városi vezetői pedig nem voltak hajlandóak fellépni a törvénykezés értelmében. A magyarországi reformáció első korszaka körülbelül 1540-ig tartott, a hazatérő diákok nagyja, illetve az újtanokkal rendelkező papok, német és magyar városok prédikátoraiként hirdetni kezdték az új tanításokat. A legfontosabb képviselői, Dévai Bíró Mátyás, akit a magyar luterként is ismerhetünk, Ozorai Imre az első magyar luteránus könyv megírója, illetve Gászécsi András voltak. Fontos kihangsúlyozni, hogy a közvetlen luteri hatást Philip Langton gyakorolta a magyar fiatalokra, akik hazatértek Wittenbergből, emellett dévai ékat követő prédikátorok is megkezdték itthoni munkálataikat. Neki köszönhető, hogy a mezővárosokba és a falvokba is eljutott Luther eszméje, köztük Szkárosi Horvát Andrásnak, Sztárai Mihálynak, akik viszont csupán a török kódoltság idején érnek el a török területeken eredményeket, és Huszár Gált, aki nyomdász, prédikátor létére a félországot bejárta. Az első időszakban nem volt kilobbanó teljesítménye a reformációnak felekezett váltás terén, a hívek kedvükre válogattak a különféle tanítások építő elemeiből és egyházi cselekményeiből. Ez erősen jellemző volt a támogató főurakra, kik segítették a reformátorok munkáját és ez a lelkület megnyilvánult ugyanígy a falusi plébániákban és mezővárosi közösségekben, de a földesurak jobban ragaszkodtak a katolikus elemekhez. Igaz, nagy szerepük volt nekik is a reformáció terjedésében, de a kezük alatt levő települések jobb szerettek ebben az ügyben saját maguk dönteni. Több fő úr birtokán megfordultak luteránus irodalmi művek, köztük Turzó Elek és Nádasdi Tamásén egyaránt. Dévai bírómátyás igencsak nagy ellenfélnek számított a főpapság szempontjából, erős konfliktus a kiéleződése vette kezdetét, 1531 nyarán Bécsben indult ellene kivizsgálás, ahol megerősítették, hogy az eretnek Luther tanait követi, s már 1531. november 6-án az egri püspök letartóztatta. 1535-ben Szegedi Gergely tett jelentős lépéseket annak érdekében, hogy egy ellenreformációs irodalmi megmozdulás keretében ellehetetlenítse Dévait. Az irat, amit kiadott a kezéből Bécsben jelent meg, és a luteránus prédikátornak címezve publikálta röpiratként. A bécsi vizsgálat során Déva rendületlenül a luteránus tanokat követte, megvetette a presbiteri posztját, tagadta a purgatórium létezését, a nőket egyenrangú prédikátornak tartotta, mint a többi laikus hívőt, s az áldoztatás jogát is megerősítette, a gyónást elvetette, Wittenbergből való visszatérése óta egy misét nem tartott. Brodarics István szerémi püspök 1533-ban levelet írt 7. Kelemen pápának, melyben közölte a magyarországi reformáció stádiumait az országon belül kialakult ellentétekről, melynek oka a katolikus egyházzal való egyetemértés és a király területén történő protestantizmus terjedésének problematikája. Említést tett a papságnak a nőkkel való hozzáállásáról, a búcsú cédulákat ért elutasító megmozdulásokról. Szilveszter János ekkoriban már javában tevékenykedhetett Nádasdi Tamás birtokán, Sárváron, a luteritanok szellemében oktathatott. 1539-ben jelent meg latin nyelvtana Nádasdi pártfogása alatt, és az ő fordításában jelent meg az új testamentum. Dévai tovább folytatva tevékenységét lehetőséget kapott arra, hogy egy igencsak sajátos írást publikáljon. Bécsben jelenik meg 1538-ban az első magyar nyelvi tankönyv, Ortográfia Hungarika címmel, mely az ő nevéhez köthető és szellemisége az ő elveit képviseli. 1544-ben Sztárai Mihály megkezdte prédikátori tevékenységét Baranyában és Szlavóniában. A magyarországi protestáns mozgalmak különböző tanításai eléggé képlékenyek voltak. A hívek igényeik szerint váltogatták sorra hitvallásukat annak érdekében, hogy maguknak minél kedvezőbb helyzetet alakítsanak ki. Emiatt az egységesnek mondott irányzatok is túlságosan sok színűek voltak. Felső Magyarországon öt város meghatározta a saját hitvallását. 1559-ben a Garammenti hét bányaváros, melyeknek lakossága szintén német ajkú volt, követte Besztelce bánya, Körmöz bánya, libetbánya, bánya, Libet bánya, Új és Béla bánya. Az Ulrich Zwingli féle helvét reformáció az 1540-es évekre ír az akkori Magyarország területére. Kálmán Csehi Sánta Márton, aki a gyulafehérvári kononokként prédikátorrá vált, és neki kezdett a svájci reformátor elmélkedéseinek mintájára átszabni a tiszántúli templomok belső terét, eltávolította a szoborokat, képeket és az oltárokat. Konkurenciaként tekintett a luteránusokra és a katolikusokra, egyházszervezetet viszont nem sikerült kialakítani a hirtelen halála miatt. Viszont egyre több helvét irányzatot felvevő prédikátor vette át munkáját, az úrvacsoráról alkotott nézetük miatt szentségtagadóknak, vagyis szakramentáriusoknak nevezték. Sikereket értek el a magyar nemesség, a mezővárosok, polgárai, a parasztok és a végvári katonák körében. A hódoltság területén Szegedi Kis István, a Tiszán túlon Mélius Juhász Péter ért el jelentős sikereket, így az 1560-as évekre kialakult a Magyar Református Egyházszervezet. Erre a megszilárdított rendszerre ilyen hamar a luteránusok, a katolikusok és az erdély felől benyomuló antitrinitáriusok támadásai miatt volt szükség. 1562-ben kidolgozta a debreceni hitvallást. Lassan elkezdtek a német és svájci tanok elkülönülni egymástól, viszont Észak és Nyugat-Magyarországon a 16. század végéig erre várni kellett az evangélikus egyházon belül történő szakadás miatt. Az evangélikusok egy része Melanchthon tanításai hatására az úrvacsora értelmezését elfogadták, őket kriptokálvinistáknak, vagyis titkos kálvinistáknak is nevezték. A csepregi hitvitán 1591-ben csatlakoztak csak a reformátusokhoz. Méliusz Juhász Péter 1565-től komoly vitába keveredett egy radikálisan gondolkodó hitvitázóval, Dávid Ferenccel, aki az erdélyi fejedelem udvari orvosa, Giorgio Blandrata gondolkodásmódja alapján határozta meg a Szent Háromság tagadó kelvét, mely főként csak az erdélyi fejedelemség területén lett nagyon népszerű. A luteránus egyház szervezethez hasonlóan a reformátusok is csak a későbbi évben tudták kialakítani Dunántúli központjaikat. A Dunántúli kerületet 1595-ben azért is hozták létre, mivel a nyugati luteránusok és helvét irányzatúak elváltak egymástól. A magyar református egyház nem közvetlenül Calvin tanítása által vált azzá, ami, ha nem fontos szerepet kaptak a svájci reformáció újabb generációjának nagy prédikátorai, Bullinger és Bézet több pontban csak erősen módosított formában jelenhettek meg a magyar társadalom sajátosságai és annak fejlődési iránya miatt. A kálvinista egyház alkotmányának alapköve, a presbitériumok a 17. századra érték el hazánkat, ettől korábban a lelkész kezébe volt adva a gyülekezetek irányítása. Emellett a zsarnok uralkodóval való szembenállással kapcsolatos tétel kellőképp biztatta a magyarokat a Habsburg ellenes felkelések korában. A 16. század végére a protestáns irányzatok különféle fajtái láttak napvilágot hazánkban, elterjedésük jelentős eredményt, sok hozott. Az egyházszervezetek kialakulásával a felekezetek követőinek aránya állandóvá vált. Az országba betelepedett török sereg nagy része igaz, hogy ortodoxok és keresztények alkották, mégis a magyar lakosság túlnyomó részek keresztény maradt, ebből a nagy arányból a későbbiekben 3,5 millió kereszténynek, csaknem a felelet más felekezetű, köztük evangélikusok, reformátusok, ortodoxok és antitrinitáriusok. A reformáció többi mozgalma nem szerveződött egy házzá hazánkban. A felnőttek újrakeresztelését pártoló anabaptisták Morva országból érkeztek magyar földekre, főleg az északnyugati ország részben, Nyitra, Trencsén és Pozsony környékén telepedtek le. Országgyűlési törvénycikbe foglalták kiűzésüket az országból, de Nyitrán már 1556-ban volt az anabaptistáknak püspöke. Mivel kiváló munkaerőnek számítottak, ezért a magyar nagybirtokosok nem vitték véghez a rendeletben előírtakat, a turzó és ilésházi birtokokon nyugalomban élhettek, de a 17. században fokozatos áttelepítés lépett érvénybe Alvenicére és Sárospatakra az antitrinitáriusoknak kialakult egy újabb változata, a radikális antitrinitáriusokként is emlegetett Krisztus imádását tagadó irányzat követői. Ebből jött létre a szombatisták közössége, akik az Ószövetséget tartották elsődlegesnek, így szorosan kapcsolódott elvük a zsidó valláshoz, mivel a vasárnap helyett a szombati napot tartották szennek. Dávid Ferenc halálát követően az antitrinitarianizmus és a szombatosság közt nagyon éles határok nem voltak, sőt, ők álltak legközelebb az egyházzal szerveződés útján, de ők már a királyi Magyarország területén nem voltak annyira jellemzőek. A különféle vallási irányzatok tömkelege csak a 16. század végére kezdett kikristályosodni hazánkban. A reformátusok legjobbát magyar nemesek, mezővárosi polgárok, magyar végvári katonák és parasztok tették ki, főként a három részre szakadt ország középső és keleti részén, tehát a királyi Magyarország területén keletre haladva bukkanhatott a kor emberek kávinista hívőkre, de ez főként a török hódoltság és erdély területére igaz. Az evangélikusok zöme a királyság peremvidékén tartózkodott, főként felvidéki és dunántúli főnemesek birtokain. A szlovák parasztság, a német származású városi polgárok, beleértve a magyar végvári katonaság jelentős csoportosulása volt luteránus. Az antitrinitáriusok a hódoltság területén kívül a legnagyobb eredményt Erdélyben érték el, a katolikus egyház egyes központjai viszont sorra megszűntek, mint például Pozsonyban is, de az egyház szervezet töretlenül fennmaradt. A reformáción belül kialakult fokozódó ellentétek egyes családokon belül is kezdtek megmutatkozni. Pál Géza a forgát családot említi, mint ide való példát. Forgát Zsigmond követve a többi nemes példáját, a protestáns eszméket kezdi el követni, fiai viszont teljesen más irányzatokat vettek figyelembe. A reformáció oly mértékben hatott Magyarország területén, hogy igazán állandósulni a helyzet csak a 17. század elejére fog. Egyességek és megbékélések útján a vallási nézeteltérések csitulni kezdenek. Addig rengeteg prédikáció, írás, vitalátott napvilágot, köztük a Pécsi Disputa, Brodari István levelei, Sztárai Mihály monográfiái. A XVII. századra már társadalmi, politikai szinten jobban áthatja a vallás a tisztségek kérdését, innen eredeztethető a nemes infláció, amely a nemesi cím túlzott szétosztásának a következménye lesz.